Én ezt még mindig nem tudom feldolgozni. Hogyan tudnék még itthon maradni egy kicsit? Op, hasvenés érkezik a házhoz. Ezt most hirtelen én nem tudom feldolgozni. Hát nem hiszem el, hogy menni kell megint iskolába. Szünet előtt nem voltam beteg, egész szünetben 2 hétig beteg voltam, és lássatok csodát, mára meggyógyultam, hónap mehetek iskolába. Mi van ilyenkor? Azt hiszem, hogy van még egy szülői igazolásom, úgyhogy meghosszabbítom a szünetemet. Hogy lenne már szülői igazolásom? Hát szeptember első hetében elhasználtam mind a hármat. Milyen szünetről beszélünk már megint? Végig dolgoztam. Megnéztem az órarendet, nem mondjuk egy laza 5 órának örülnék, mert így vissza kell rázódni. Aha, reggel mínusz 80. óra megint, reggel 6-ra be kell érni, aztán lesz 13 órán. Persze, laza kezdés, mi? Azt rögtön bedobnak a mély vízbe. Már előre látom az emberek arcát hajnali 4-kor hónap reggel, hogy boldog új évet, boldog új évet! Hagyjatok már hajnalba, ha még be se értem dolgozni, azt már piszkálnak. Annyit ettem 2 hét alatt, hogy olyan kis kövér lettem, én nem is tudom, hogy várják el, hogy ilyen hassal iskolába menjek. Vagy ilyen hassal dolgozni, ezt nem tudok megmozdulni ilyen hassal. Hát miről beszélünk? A szünet az annyiból állt, hogy megtanultam egy 80 oldalas verset, meg megcsináltam egy egész matek könyvet, mert ki kapott házi feladatot, na kicsoda? Persze, hogy én. Előbb megnéztem a Facebookomat, jött egy értesítés, hogy az osztályfőnök bejegyzést tett közzé a 12D csoportba. Na mondom, megnyitom, félve nyitottam meg, megnyitom. Kedves gyerekek, holnap 8 témazáró dolgozat várható. Hát le is törődtem magam a Facebookról, ezt nem hiszem el. És majd azt mondom, hogy nem láttam. Elárulom, hogy vízkereszt napja hétfőre esik, én már pedig akkor fogom lebontani a karácsonyfát. Ezért nem megyek sehova, itthon fogom a karácsonyfát bontogatni. Szerintem inkább elmegyek iskolába, mert már a Facebookon megint kiakasztottak az óriási poéngyárok, hogy még milyen messze van karácsony, azt már mindenhol áll a karácsonyfa. Ne, nem bírom feldolgozni ezeket a poénokat. Mély levegő. Mély levegő, Dani. Vissza kell menni ezekhez a vadállatokhoz. Kibírod. Kibírod. Tudom, hogy nehéz lesz, de kibírod. Én ezt még mindig nem tudom feldolgozni. Hogyan tudnék még itthon maradni egy kicsit? Hasvenés érkezik a házhoz. Hozzászoktam, hogy későn fekszek le aludni, és sokáig aludhatok. Biztos, hogy nem fog tudni elaludni este, s reggel 6-kor már csörög az ébresztő. Hanem hajnali 4-kor. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha igen, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Mindenkinek jó visszarázódást kívánok az iskolába, vagy aki munkába megy neki is, és lehet, hogy valaki magára ismert, kérlek szépen osszátok meg a videót. Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!